Sziasztok, üdvözletem minden, Tamásiból, és szintén gondolom már kitaláltátok, hogy a 49-es vonal bejárása lesz. Viszont, hogyha minden jól megy, akkor most Fürgettől fogok ide visszajönni. És egyébként itt van az állomásépület, ami látjátok már buszállomás, vagy legalábbis táblatartóként már bekebelezte a volán. És ott áll szembe egyik aluszna, azt én megnézem, plusz ott vannak a vágányok is. Gumikerekű vonatpótlóval. A vonalbejárás támogatója, Vasora János, csak most pont látszol is a... Sziasztok! Én fogom Danit végig kalauzolni ezen az úton, legalábbis egy részén, és mondok neki azt érdekességeket a vonallal kapcsolatosan. Nálad jobban, meg senki nem ismeri a 49-est. Hát ez igaz. 97-ben kezdtem el én is felfedezni a vonalat, gyaloglásos bejárással. Jóba lettem a helyi vasutasokkal itt Tamásiba, őtőlük is kérdezgettem rengeteg dolgot, úgyhogy így bővít az információ köröm. Sőt, végigjártad a vonalat még bontás előtt, ezt a szakaszát legalábbis. Igen, igen. Hát egy részét. Tehát itt igazából csak a Mezőhidvég felső nyékszakaszt, meg innen Tamásitól valameddig főbaktattam. De viszont a többi részét már sajnos a vonalbontás után nem. Ez volt igen a Fornádi Állami Gazdaság. Ez volt az ország második legnagyobb gazdaság. Jó, ezt láttam a Google Maps-en, valami Fornád Trade, vagy nem tudom, valami MZKFT van itt, és mögöttem egy a vasúton, meg ott nem, ott a, igen. Az épületek mögött. Igen, itt lemegyünk. Igen, itt nem semmi. És akkor innen. Ja, igen, Fürged. Zuntak az izgalba. Hoppá! Ja, hogy ez egy út, igen. Hát ez ilyen mezőgazdaság, igen. Régen. A TSZ-ek tartotta a kordban úgy, ahogy. Nem tudom, mennyire fog mozogni a kamera. Valósi. Ja, igen, itt nem tudom, mennyire látszik, de ugye sínszálakból van a kerítés. És ez bontott anyag. Igen, ezek a Nagykonda Dalman szakaszból valósiak, hivatalosan kapták meg. Elég sok, egy jó kilométernyi szakaszból vannak itt a sínek a tó körül. Ennyi, egyébként megmaradt a vasútból, mert ott az emelkedő után lesz, vagy az emelkedő. Ja, mert az megy fel a töltésre, persze, hát ott megyünk fel a töltésre, és akkor ott volt. Megcsináltam azt, hogy nézel jobbra. Jó, ott kint is van egy ilyen izék, a két kukú tevetábla. Ja, igen, és ott is volt egy előjelző. De az Anzás keresztet már ledobták innen. Az nincs meg. Nem, a helyére került a két kukú tevetábla. Ja, igen, és ebbi Fülgedi Ozorám. Ja, közben egyébként megérkeztünk Fülgedre, és hát ugye itt látszik, hogy a vágány itt ment. Ezért az annyira adja magát, viszont itt lakodó, mi volt itt a útban? Ez csak sarrázó, ja, a traktoroknak. Ilyen nem fogsz találkozni, nem tudom, hogy mennyire látszik lefelé Fornád irányába, meg Tamási felé is. Attól függ majd, hogy hogyan vannak elsárosodva az átjárók. Nézzük, hogy itt van itt volt egy hajtómű, meg egy ölház, és itt egy tekerős salompó. És az lehet, hogy még annak az ölháznak a maradványa. Képzelhető, igen. Csak közben nőtte a gaz. Ja, hogy lejjebb van még többet. Sőt, ott is van egy betontöm, tehát szerintem ennyi maradhatott az alapjából. Igen, igen. Ja, az itt volt. Ez már a rakodó. Ez már a rakodó rész, igen. Hát az állomás, három vágányos állomás, ja, akkor itt valahol itt volt. Azok arra voltak benne a bokrok között. És az épület, hát az most aztán vissza volt. Itt van egy pup, ez volt régen az oldalrakodó. Aha. Megmaradt része lehet. Akkor valahol itt volt az épület is. Jól a képet. Hát a mindjárt csinálok képet, ott is van, ja, de csak egy beton, ezért tartó a villanypóznának. Igen, mert itt is volt rajta a fa raktár, és akkor abban volt villany. Valami. Itt még a földvonalak is lehető, hogy kiszedték a téglázatát. Igen, ez megvan. Hát ez az árulaktár volt gondolom, és az majdnem mindenhol volt, régebben a oldalrakodó is volt. Igen, igen. Ezt én már nem láttam egybe.
amikor arra jártam ezt majd. És a Fürgedi épület, de majd vágok belőle a képet, vasútállomások.hu van fönt, az olyan szabványos, ilyen, azt hiszem kétszintes épület volt, hogy jól emlékszem. Ilyen padlást érelt, az a tipikus MÁV szabvány épület. De azt mondja, hogy 94-ben azt már elbontották, amikor igen, megszűnt 94. a forgalom. Bedöngyás 94 februárjában még tudott róla képet csinálni, és állítólag a tavasszal bontották el. Igen, azt láttam vasútállomások.hu van fel a kép, csak most nem emlékszem igen. pontosan, hogy mikor, viszont ugye 2006-os kép is van, amikor már nincs meg. Igen. Viszont itt akkor valahol megtalálták, plusz be is van tegelve a Google-ba, hogy hol van pontosan. Ja igen, itt van a WC épülete. Megtaláltuk a WC épületet. És ott az iparremek műve is közben, az valaki itt hagyta. Az egész világ egy nagy WC csésze. És az a WC csésze betonból van. Tehát ez tényleg az iparremek műve. Még hogy város, egy nagy WC csésze. De és ott van egy másik. Ja igen, itt volt az állomás. Ez így látszik, igen, hát ennyi maradt belőle pár tégla. Viszont itt van a monóvezeték tartója, itt talán még jobban is látszik. Igen, meg ott az alázó. Igen. Aha, megvan. És akkor onnan ment abba az irányba, igen. meg abba az irányba. Ott a szelvénykő, ez a 631-esnek kell lenni. Szóval van? Ja, megvan. Ott van egy szelvénykő, ezt megmutatom. És itt egy szelvénykő, de olvashatatlan, már lekopott róla a szám. Hát igen, azt azért még mondjuk el, hogy egy háromvágányos állomás volt itt. És itt állunk a vágányok helyén. És vonat keresztezésre volt berendezve, tehát két személy vonat is tudott keresztezni. Volt itt menetrendszerűen kereszt az utolsó időkben? Hát akkor már nem, de amíg sűrűbben jártak, akkor volt. De volt olyan is, hogy személy vonat, tehervonat keresztezett. Ja, igen, ez ha jól tudok, azért nem Fürgeden még 1994-ben is lakottak. Nem. Vagy akkor már nem? Nem, 90, úgy volt, hogy 92. december 31-ig volt szerződése a Zercsi cukorgyárnak az állomási rakodásra, de viszont 92. szeptember 26-tal, amikor leállt a forgalom, már utána nem rakottak, Tamásiba hordták be a répát. Ja, igen, egy biztonsági határjelző, azért maradtak itt még emlékek. Csak nagyon kell keresni a gazban. És itt állunk a vágánytengelybe, arra egyenesen. A következő állomás az majd Fornád lesz. Az innen egy olyan, mennyien, hát ilyen 5-6 km, 6 km, akkor pontosan. De épület már ott sincs. Hogyha jól tudom, akkor az már ott is elbontották. Ugyanis 94-ben mindig igen. egyszerre bontották el. És hát csileket se fogok már találni, ez szinte biztos. Itt viszont egyenre úgy tűnik, hogy sima ügy lesz a továbbhaladás. Hát ha ennél rosszabb nem lenne, egészen Tamásig, akkor az már elégedett lennék, de biztos, hogy lesz. Persze, sajnos. Érzek, hogy nyomvonal mentén, szelvénykő, hát felirat erős lekopott, meg a vonóvezeték tartó is ott van, és ott pedig a túloldalt a jelzőnek a talpa. Ez ilyen gúlás jelző volt, azt mondod? Igen, régi gúlás jelző talapzata. Ez megvan a felsőnyék felőli oldalon is. Meg Tomási és Pári között is látszani fog. És ott bicikliút épült. Egyébként az volt a terv még 2008-9-ben. Erről akkor megvoltak a tanulmányok, még a neten is láttam több helyen. Ugye biztos, hogy most is meg lehetne googlizni, hogy az egész 49-es vonalon Tamási meg Dombóvár között már megvolt a terv a bicikliútra. De ez volt a jelző. Ez volt a terelőcsiga. Alakjelző volt itt is. Itt volt a oszlop. Ami áthelyezésre került Tamásiba a vonal átépítés után Keszőhidegkút irányából. Mondom, és már 2008-ban, és már még arról is volt cikk akkor, ugye, hogy elkezdték a bicikliutat építeni Dombóvárig. Na és hát az első lendület az tartott párig, 6 km megépült, és azóta is ott állt, tehát egy métert nem haladtak. És igazából Nagykonyhék kellett volna kiépíteni már akkor is. Ja, már akkor is. Na, ezt nem tudtam. Úgy volt eredetileg a meghatározás, csak valami miatt. Hát de ezért Pári meg Nagykonyhi között van valami kb. 2 km, ha jól emlékszem. Igen, a körül, de az nagyon járhatatlan. Ezt nézzétek, kicsit változott a táj, most így kijöttünk a erdei szakaszból, vagy mondhatni ilyen kis mini erdei szakaszból. És itt már azért gazdasodik itt az úttest is. Azért nem tovább is elmegyünk, hát ennyi, igen. Itt kicsit gazdasabb az úttest, de mindig jól járható. És itt mutatja az évet is, hogy merre ment a vasút. De igen, ez egy vasút is én, igen, szerintjük. Egyébként ez volt az előjelzőnek az alapja. És igen, itt a beton, és ez volt. Ezt tartotta, ez volt a földben benne, ez volt az alapja. Egy vasút is én, és akkor ilyen pörgetett betonoszlop rajta. Ott a vonóvezeték aknája. És egyébként a
Az előjelző pedig ezen az oldalon volt, tehát valahol szerintem itt. Ugye az aktával nagyjából átellenbe kellett, hogy legyen, tehát valahol itt. Ezt viszont úgy eltüntették innen, mintha itt se lett volna. Semmi nem látszik belőle. Közben a kamerát nézem, hogy nagyjából tudjam pozícionálni. 141-es. Na, azt nem mondta, hogy innen látod. Nem, én tudom fájba. Ja, azt én is meglepődnék, hogy innen, mert én sem tudnám innen leolvasni, pedig nekem már jó szemem van, mióta ütötték, de akkor sem. Azt nézzétek, itt némi ágyazat. Kő az ki van termelve, és itt egy talfa. Meg ez is egy talfa volt szerintem, csak ezt kiszedték már, de ez viszont egy talfa az eredeti helyén. Viszont, hogy ezt a földet egy ágyazatostól miért hányták ide, azt nem tudom, bár szerintem ez már a hivatalos bontás volt, hogy talán első körben eddig bontották fel, és akkor földkúp meg itt volt a vágány végeje. Hát úgy tűnik, eddig tartott a jó világ. Innen már kicsit gazdasabb lesz. Azért én megpróbálok itt menni a töltésen, ameddig lehet. Szerencsére nem tartott sokáig. Nézzétek, azért azon a gazon átküzdöttem magam. Innen viszont úgy tűnik, hogy továbbra is egész jól járható, úgyhogy csak tovább. Távvédő pózna maradványa. Hát a fát ellopták, a beton az maradt. Azt nézzétek, megint kicsit durvul a helyzet. Nem tűnik olyan veszélyesnek. Na, ezt nézzétek. Itt egy ilyen kisebb erdei szakasz, és egy szelvénykő, meg egy távíró póznának a csonkja. Tehát itt jól látszik a talfák helye is. És ugye erről jöttünk, és szerintem itt lehetett egy nyílt vonali őrhely. Ugye ezt mondta itt nekem Vacsora Jani, hogy körülbelül egy kilométer arré valahol volt egy nyílt vonali őrhely, ahol földút nem volt. De az lehet, hogy valahol itt volt, sőt. Szerintem meg is van, és itt volt. Lehet, hogy itt még régebben volt egy földút, és annak a átjáróját fedezték innen. Vagy csak vonatjelentő volt, bár ugye közel van még az állomás, tehát azt nehezen tudom elképzelni, viszont volt itt egy őrház. És szerintem itt vannak a nyomai. Itt lehetett az alap. Hoppá. 651-es szelvénykő itt az olvasható. És annyi biztos, hogy itt egy épület volt, téglamaradványok is vannak. Itt viszont látjátok, itt mentek egykor a sinek, és itt megy az ösvény. Tehát itt most akaratok, itt a patkán megyek, mindig az egykorin. És ott is van egy szelvénykő, plusz távvédőpóznának a beton gyámja. Ezt nézzétek, vadetető a vágánytengelybe, és erre tovább a nyomvonal. És ezt nézzétek, itt állok most egy földkúpon, és itt bizony kiszedték az ágyazatot is. Tehát itt egy bemélyedés van a pálya helyén. És utána nagyon egy földutas átjáró. Hát irány tovább. Ezt nézzétek, itt van. Hát eddig itt valamiért kiszedték az ágyazatot is. És látjátok, itt van egy földutas átjáró. Hát igen, itt azért elég magas töltésen jött a vasút, az látszik. És errefele szintén semmi, viszont itt, ahol tovább megy a vágány, hát szemét. De így minden mennyiségben, amit csak el lehet képzelni. Ez az, amit sosem fogok megérteni, hogy miért jó azt, hogy kihordják ide. Hát, hogyha lakott területhez közelebb lepakolna, egyrészt közelebb is van, nem kéne kihordani ide, és onnan még el is vinnék. Azt nézzétek, tehát innen jöttünk, és itt ismét visszatért ez a szakasz, ahol már ugye megvan az alépítmény is, legalábbis, hogy maradt belőle. De ott azon a rövid szakaszon valamiért, mondom, teljesen markológépekkel feltúrták az alépítményt is, és az ágyazott köveket is elvitték. Erre viszont már nem, viszont jól járható továbbra is. És közben, ugye, csak hogy reklámozzam egy kicsit Rikárit is, felrakott egy vlogot. Most így vonalbejárás közben kezdtem elnézni, vagyis hát inkább hallgatni, mert ugye a vlogolás az hallgatni is lehet. Ott van még egy szelvénykő. Az olvasható is, ott van 680 környékén lesz az átjáró, amit ugye kocsi valamin átjöttünk, az már Fornát közelébe van. Hát addig még akarok szerint egy olyan 2,5 kilométer.
És ezt nézzétek, eddig sima a tenet még mindig. Én egyébként mert rosszul mondtam, még erre fele haladok. Van itt egy szelvénykő is, de olvashatatlan. Tehát eddig nagyjából ez volt a jellemző, amit itt láttam. És ha jól látom, ez a sátáni szelvény, a 666-os. Szóval még egy körülbelül egy olyan 2 kilométer vagy másfél, mert a 680-as után lesz az átjáró. És utána meg már közel van Fornád. És egy-két helyen még van talfa. Szerintem ott előttem is lesz egy, amit megmutatom. Bizony, 2 talfa is van. Legalábbis ez szintén olyan, ez ilyen, úgy néz ki, mint hallagútba mennénk. Ilyen Dalmand előtt is volt egy hasonló. Ezt nézzétek, eddig viszonylag jó világ volt, így a töltésen végig lehetett jönni. És onnan viszont meg már úgy látom, hogy kezd gaszosodni megint. Viszont már alig 1 kilométerre vagyok az átjárótól. Nézzétek, a vasút az egykor ott ment a töltésen. És lejöttem ide, mert itt a horgásztavaknál is érdekességek vannak. Ezt nézzétek. Bizony itt a kerítés a sínyszálakból van, még pedig ebből a vonalból bontott sínekből. Ezt feliratot egyiken se látok, de látjátok, hogy ezek kis sínek. És ez is érdekes, itt ez a nagy tó. A kicsivel is. Ott folyik le a víz, mint olyan túlfolyója lenne. Szóval nézzétek, ott úszik is valami ebbe a kis tóba, és a háttérben van egy kakas is, az előbb hallottam. És ezt nézzétek, Diósgyőr, 1895, ha jól látom. 1896. És igen, jól látjátok, itt végig sínszálakból van a kerítés. Látjátok, és itt. Ezen az úton jöttünk át idefele is, és itt folytatódik a pálya, valahol. És itt megyünk tovább. Errefele ment ugye a vasút. Itt ilyen feldény jött át az úton, itt errefele, és ami itt érdekesség, hogy itt volt egy fénysorompó. Mégpedig egy ilyen vonat által vezérelt AS sorompó volt, viszont ilyen mellékvonali visszajelző is volt. Hát azt nem találtam meg, lehet, hogy ezen az oldalt még meg lesz a fénysorompót ellenőrző utátjáró jelző. De itt egészen a sínek felszedéséig fénysorompó volt. És így a sónakázó tavat elhagyva, megyünk tovább. Hát itt az ágyazatkőből még azért maradtak. Hát ezt nézzétek, itt szépen lehet a töltésen haladni. És például a térkép kicsit pontatlanul jelzi, de biztos, hogy itt ment a töltés, mert másik ekkora magas töltés a környéken nincsen. Itt viszont látni az akadályt, ezen viszont nem tudom, van fog tudni átmenni, ezt valahogy meg kell kerülni. Talán itt lesz a legegyszerűbb, ott ahol az a ahol a villanypózna van, ott arrafele már biztos el lehet menni. Mert ahol a villanyvezetéket el tudták vinni, ott én is el tudok menni. Csak hogy fogok oda eljutni? Itt ezen a töltésen itt le kell mászni, hát itt jó, itt meg lesz. És ezt értek, hogy sikerült visszatalálni a töltésre, nem volt egyszerű, és viszont itt az ágyazat, tehát, és itt már majdnem a váltókörzet, és közben Jani meg én megérkezett újra. Itt. Leparkoltál ugye ott az egykori Fornád állomáson, aztán onnan sétáltál be, és ott egy átelesz, igen. Igen, azt már látom. Végig kalauzolom. Ezt meg is nézheted így oldal irányból is. Az meg lesz. Itt viszont igen, itt adja magát, hogy hol ment a töltés, sőt ott van egy szelvénykő is. Ja, igen, haladunk. 691-es korú is. És igen, itt van az átelesz. A 691-es igen. Olvasható is. Ja, a 691-es szelvégeleten olvasható. És innentől még 50 méter és ott volt a váltókörzet. Többet is találtam egyébként, errefelé sem olvasható. Például azért a sátáni is olvasható volt, a 36-os. Ja. Az pont olvasható volt. És itt lehet tovább haladni. És látjátok, ott volt egy őrhely. Egykoron, és ez már a váltókörzet lehetett, itt vannak azért a széles talfák, itt ágazott ki. Aha. És ez itt volt az a Fornádi állomás az erdő közepén, így mindent ott álló. Nem erdő volt valamikor, illetve az állomási rész az tiszta volt, de lejjebb, följebb azért ott is vannak ilyen betonbizbaszok. Na, itt viszont itt kapta meg az állomás a... Ja, a villanyt, igen. ...az áramot, innen Fornád felől. Ja, persze, itt látom egy azért egy villanyvezetéket, ilyen 20 kilovoltosat. Az volt az. Tehát valószínűleg az volt ide bekötve. Igen. És itt van a váltókezelő őrhelynek a maradványa. Pontosabban a pincének, itt látszik, alá volt pincézve. Meg egy-két tégla megmaradt.
Hát ez gondolom az állomás épülettel együtt mondották le. Nem biztos, lehet, hogy ez korábban már. És milyen állomás épület volt itt? Olyan, mint Fürgeden? Nem, itt hosszú, egyszintes. Úgy, mint Nagykonda. Ja, mint Nagykonda, oké, akkor az megvan. Akkor az egy ilyen kibővített tölt házajámáson. Itt ez is volt valami. Ez egy virágos kert volt. Igen, akkor itt volt az állomás épület valahogy, hát nem, a másik oldalt. Az még odébb van. Odébb? Még pár száz méter, 200 méter. Aha. Ez az őrháznak volt egy ilyen kis sziklakertje. Az alacsonyodik. Hát igen, na igen, az élő állatlakodónak a maradványa. Hát ezt is szétkapták, mint Foxy a lábtörlőt. És hát igen, akkor itt mentek a sinek. És egyébként ez egy megálló lakodóhely volt, két vágánnyal. Itt volt az egyik sín, ez meg volt az alacsonyi fővágány. Ja, hát igen, itt lehetett a fővágány. Így most a kettő között állunk. De már lakodásra akkor sem használták, amikor még járt erre vonat. Hát én is tudom, nem igazán. Az olyan, mint a Nagykondai, hogy már a 90-es felvételben is látszik, hogy nincs meg a rakodóvágány. Itt még megvolt. Már akkor sem volt meg. Itt a rakodóvágány még megvolt. Ja, csak nem használták. Csak lehet, hogy nem használták, mert... Hát igen, még a településektől elég messze van az állomás, így legalábbis így ránézésre, nem tudom mekkora forgalma lehetett, amikor még itt járt vonat. Hát itt is inkább talán az állami gazdaság rakodott. Ott két csínszál. Ja, de hogy megtekert? Hát... Traktúrtól megpróbálták. Ja, azt lehet, hogy megpróbálták kitépni valamivel. Igen. Csak masszívan volt a földbe. Elvágták ott. Ja, ez volt itt egy korona WC épülete. Igen, innen ott még látszik a falnak a kis sarka esetleg abból a szemben. Na, azt majd megnézem. Ja, és akkor szemben azért ezért verték szét ennyire, mert sinek voltak benne. Igen, mert lapos tetős volt az épület. De akkor se lehetett ezt semmi munka szétvenni. Pár sínszár, ilyen nem biztos, hogy megéri. Ja. Hát ezen nem nagyon látszik, de bakoca feliratú téglákból. Ezt nézzétek, mi van a téglára írva? Koca? Bakoca. Itt. Ja. Ezt le tudod rendesen. Akkor nem a disznó miatt írták le a koca. Nem. Lehet, igen, bakoca tégla. Mondod, hogy itt volt a... Tehát jó, az állomás épületnek a helye van itt. Hát ennyi maradt belőle. Pincéje. Ja, igen, alá volt pincéje, és akkor itt lehetett a forgalmi oda, és itt... De hol volt a vágány? Ez itt. Úgy volt, a vágány az ott. Ja, igen, az arrafele volt a vágány, és itt... Itt az első földkup, ez volt a forgalmi oda. A másik nagyobb pup az volt a szolgálati lakásrész. És ott az a hátsó rész volt a váróterem. Tehát az utasok így jöttek ki errefelé. Ja, errefelé. Ja, mert a falu is bal oldalra van. Igen. Tehát ugye arrafele már tényleg csak szántóföldek vannak, ott nem volt semmi már akkor se. És akkor maga a falu meg erre van, és... Ja, és akkor, de akkor nem vagyunk messze már a betonútól se. Nem. Még egy 200 méter talán. Aha, tehát akkor itt volt az állomás épület. Semmi. Esetleg innen szemből is lehet. Meddig volt itt szolgálat, amikor bezárt a vonal, akkor volt még végig, szolgálat? Végig, szeptember 26-ig. Igen. Tehát 92. szeptember 26-ig. Ja, közben ezért a Jani támogatta a bejárás, még pluszba ezzel is, a fuval mellett. Nehogy kiszállni. Igen, és söröske, Königbrau, az még egész jó sör is, ráadásul. Lagerbier, 4%-os. Nem tudom, elmúlt már dél, mennyi az idő? Már. Mi délelőtt nem szoktunk sört inni, viszont ha elmúlt dél, akkor már ezt ki lehet pattintani. Csak két kéz kell hozzá. Na, szóval akkor dél már elmúlt, úgyhogy akkor ezt már meg is lehet inni. Egészségetekre. Annyi egészségedre. Én nagyjából fél úton, hogyha lehetünk, nem? Mert innen Tamási az nincsen megint, messze, mint amit 6 kilométer. Hát körében annyit jöttem most is. Ja, de egész pontosan megmondom, hogy 7,3-at. És most kiderül, hogy nem indítottam el. Na, akkor és ezt tegyétek, itt egy hóvilág, tehát már közeledik a tavasz. Hát így február vége már időszerű, akkor innen jött a vonat. Itt volt az átjáró is. Azon a földúton ment tovább, itt ment a vágány. Igen. Na, az meg is van, az legalább ott mutatja, hogy merre kell menni. És itt is akkor egy csodompós, egy teljes csodompós átjáró volt, ez is biztosított volt. Ez volt a 6-7. És itt volt az őrház? Igen, itt volt az itt őrház. Ennél? Itt, ha beljebb mész, akkor... Ja, ott látszik, és ott a... Ott is megvan a nyomai. Körvonala ugyanúgy. És valahol ott lehetett a hajtómű is, amivel nagyon sodompót tekergették. És itt már csak egy vágány volt, tehát itt már a váltók közeten túl vagyunk. De ott van a nyoma. Igen. Az őrhelynek, tehát innen a sodompókat kezelték. Hát ennyi maradt belőle, az alapja látszik, meg ott egy tégla.
698-as szelvény, és itt egész jól olvasható a szelvénykőnek írás. És egyébként innen látjátok, hogy járható a terep, és az első utát járóig erre is lehet számítani, mert a csónakázó tó felé itt szoktak bejárni. És egyébként erről jöttünk, és onnan jöttem arról, és eddig tartott a földút. A földút az itt följebb elkanyarodik, viszont a egykori vasútvonal meg itt ment. De se tűnik túl vészesnek, megpróbálok itt menni. Aztán, hogyha nagyon bagazosodik, akkor visszamegyek a földútra, az még mindig opció. És egy kicsivel arrébb lesz megint egy tó. Na ezt nézzétek, egy átedesz. Mégpedig egy egyszerű beton. És egyébként egész idáig teljesen jól járható a nyomvonal. És erdefele tovább is úgy tűnik, hogy ameddig a szem ellát, simán járható. Na, látjátok, erről jöttem, és eddig viszonylag jól járható volt. És itt van egy földutas átjáró, másik irányba folytatódik a földút, és bizony itt vannak betonaljak. És errefele ment tovább a vasút. Hát itt már úgy látom, jobban el van kaszosodva, viszont egyelőre még járhatónak tűnik, úgyhogy még megyek itt, ameddig tudok. És íme egy újabb átedesz. De ez is vasbeton, és ott van egy szelvénykő is a háttérbe. És erről jöttünk, ez egész jól járható. Ugye egy-két fát kell megkerülnem, még rádölt az ekkori vasútvonalra. Na, azt nézzétek, egész jól járható volt eddig a pálya. És a továbbiakban is jól járható, és most egy darabig valószínűleg ilyen is marad itt a földút miatt. És ez már lehet, hogy a városig kitart. Azt nézzétek, innen jöttem, hát földút nem pont a vasútvonalát követi, mert a vasút az itt jött, és itt volt az átjáró. Hát ebből már semmi nem maradt, látjátok. Viszont itt azért nagyjából kiadja a nyomvonalat, és innen meg már közel van Tamási, mint egy, kb. Egy kilométer, hogyha lehet a térkép szerint. Úgyhogy csak tovább előre, és reméljük, hogy ennél rosszabb nem lesz. Hát innen már azért kicsit gazosabb a helyzet, viszont ez csak nádas, innen még azért egész jól járható. Nem szúrós akác, és nincs víz alattam, úgyhogy innen sima így. Csak ennél rosszabb ne legyen. És véget ért a nádasos rész. Viszont innen megint nyíl legyen egy szakasz vezet itt ezen az erdei szakaszon. Majd lesz egy ív, és az már az állomásra fordít rá. Szóval akkor egy kicsit mesélek a történetjelvése vonalnak. Ezt a szakaszát Tamásitól Mezőhídvég 1992. szeptemberében szüntették meg. Ott a távolban már látszik, ahol Tamási fele befordul a vasút. És vacsony, és mondja, opa, és ott bambik. Na most kellett volna oda zoomolni, csak már késő, de azok bizony bambik voltak. És szerintem Jani is mindjárt megérkezik, az előbb hívtam, és ugye azt mondta, hogy el fog indulni erre szembe, sőt lehet, hogy már ott is van. Ott valaki van a távolban. Ezt nézzétek. Itt még megvannak a távíróposznak, a telefon vezeték volt rajta, csak hát látjátok, hogy már leszakadt az oszlopról, viszont ez is olyan, hogy ameddig nem szakad el, addig működőképes. Meg ki tudja, szerintem már nem is használják. Ugye sima vezetékes telefont már nagyon használnak. Sőt, mert vezetik ki ezt a szolgáltatást mindenhol, és bontják el a vezetékeket, mert nem jó már semmire. Ja, erről jöttünk, és látjátok, hogy vasútvonal itt jött, volt egy át, és azt mondta, hogy ez volt a főút? Ez volt a régi főút. És akkor volt egy biztosított átjáró? Ez fénysorom, csapódúdossorom. Ja, a tekedősorompó volt, igen. És itt a bozótban, itt volt itt egy őrház épület, ahonnan kezelték. Ah, nem semmi. És akkor volt egy nyomvonal korrekció a közúton, és ezek szerint, hogy akkor tették át oda. Igen, igen. A főút az régen itt jött be, így végig tudod esetleg mutatni kamerával. Ja, hogy onnan. Igen, igen. Tehát így akkor valahogy így jöhetett. Igen, ért ki a és akkor itt tovább. Házna. Ah, az érdekes. És akkor azt így a és mi ez a löszfal, vagy nem tudom, mi az itt mellettünk? Hát ez csak így valamikor rendesen ilyen pupos rézs is valami volt. Erre is meséltek olyat a vasutasok, hogy leszakadt, és akkor elakadt a pályát, és utána takarították el ennyire beljebb. Ez csak egy sima ilyen dombót, mintha egy bevágás lett volna. Na ezt nézzétek, itt már Tamási határában vagyunk, és itt van egy régi boltíves átevesz. Ez még az eredeti kiépítéskori, amikor még a vasbetont nem ismerték. Na ezt nézzétek, itt ment tovább a nevezések. Itt át van vágva itt a közútnál. És nem azért, amire először gondoltam, hogy amikor a nyomvonal korrekció volt, akkor vágták át, mert az még a 60-as években volt. És itt még, amikor még járt a vonat,
92-ig volt egy biztosított átjáró fényös félsorompóval. Még megtaláltuk a tusszát, és itt van a kiszámláló lehetett itt. Igen. Hát ennyi maradt belőle. És a maga töltés 1998-ban lett átvágva, ugye, ahogy mondtad, mert akkor volt itt kiszélesítve az út. Úgy szélesítés miatt. Igen. Hát itt meg ugyanaz a telefon, megvan a pózna, csak itt pár telefonvezeték rajta van. Ja, itt és igen. Ez pedig telefonvezeték, ott a kötődobozt is látom, hogy ez biztos, hogy sima egyszerű telefonkábel. 743-as szelmenyes, és itt van a Koppányhíd. És itt van a leerősítés, még ott van rajta, meg a, meg is nézhet, meg a talfák a hídon. 81-es csavarokkal van, tehát akkor még felújítva, hogy komolyabban. Na jó, hát akkor át a hídon. És innét, ha elnézel balra. De ezzel fénykorában sem volt korlát? De. Majd küldök róla a képet, azt beiktathatod majd a videóba. Itt ez a fa, ez a legjobb helyben őt, hogy nem tudok a vasnál lépni. Itt, ha megállsz középen és elnézel balra, láthatod a keszőgyekutinak is a vasítját. Itt is érdekes, hogy csak a talfákra lépünk, és lehetőleg ott, ahol vas van. A vas jobban bírja, mint a fa. Ez igaz. Ó, hát igen, azt nézzétek. Az már középen el van rohadva, hát most arra rálépték, nem biztos, hogy megbírna. Mit lesz a tabla, végig én ezt fotót? És itt egy bicikliút. De ez már rálépett, ugye ez már a töltésem van. Én itt korábban is átjáró voltam, addig bicikliút nem épült. Ja persze, mert ez a pataknak a töltése. És itt van egy biciklis pihenő. Ja, és arra megy tovább. Igen. Egyenesen, igen. Ja, igen, és akkor itt és ez még nem az a bicikliút, ami Pálvi felé megy, akkor mondtad, hogy ez még nem az. És ez csak a Malomig megy el, vagy ez valameddig hát megy tovább? Igen. Itt a befelére, kifelére, meg egészen Regőig. Ja, tehát akkor az még a következő falu, faluig, városig valameddig elmegy. Igen, ez is egy 12 kilométerre lévő település. Ja, hát ez az volt akkor, amikor, és ez még akkor épült, amikor Pári fel a bicikliút, így az első lendületben. Nem, első a Pári volt, ez ja, az kicsit később épült, még nincs 10 évese. Csak a 49-es vonalán épült bicikliútnak, ott fogyott a lendület, viszont az érdekes lesz majd, amikor errefele is megépül. Igen, azt innen fogja elindítani. Hát lesz majd itt, igen, itt ebből egy kereszteződés. Igen, igen. Ja, hát igen, azért látszik, hogy itt ez volt az ágyazat, ez a kohós alak. Tehát valószínűleg a kiépítéskori állapot az volt, hogy kohós alak, meg talfa, kohós alak, ezért a építménybe Bányakavics, talfa és Kisísinek. Igen. Hát ez ilyen hévvonal volt, az meg ilyen, az hévek építkeztek így. És akkor ez meg is maradt a Kisísin egészen Tamásig. Viszont ahogy mondtad, innen már kezdték átépíteni 48-asnak, de a másik átjáróig addig meg is volt 48-ason. Igen. De csak így a hídig. Ja, ja, a hídig. Erre felé megint eredeti volt. Ja, tehát attól a hídtól megcsinálták 48-as, azt a rövid szakaszt. Igen, igen, azt a 30. És ezt meg nem? Ezt nem. Mert akkor már azt hittem, valami Tamásitól kezdték el. Nem. Erre is tudok majd olyan képet mutatni, amelyiken még eredeti Kisísin van. Már lefényképeztem, amikor még megvolt a Hidegkuti vonalat, meg a Lepsényit egymás mellett. Azt nézzétek, itt volt a behatási pontja a fénysorompónak. Van egy szelvénykő is, és a háttérben már látszik egyébként a Keszőhideg Kúdjönk felé vezető vonal. De, és mindjárt becsatlakozik ide mellé. Ja, haladunk tovább. Hát már kicsit berosdásodott, nem látszik már rajta, de elvileg két fekete csík van rajta átlósan. És ott van egyébként a Gyönki vonalnak is az előjelzője, az alakjelző. Hát, és itt ment egyébként mellette a vonal. Igen. Tehát innen már párhuzamosan ment a kettő, ezt láttam a ja, igen, a felvételem is, ami a YouTube-on fel van 1990-ből, ugye bezárás előtti héten, hogy itt még megvolt. Igen. Mind a két vonal. Innen viszont majd ki fogunk menni a másik vágányra. És ez is érdekes, hogy a bezárás után viszont ezt a vonalat felújították végig 48-as innen, a teherforgalom miatt. Tehát most már a személyforgalom is mehetne rajta gyorsabban is akár. Igen, és itt van az előjelző, és ott a háttérben látszik az egykori 49-esnek is. Viszont az egykoriban akkor ez egy helyen volt, nem egymással szemben, csak később tolták itt a Gyönki vonalnak ilyen. Igen, tehát amikor 48-asra átgombolták, akkor egy picit kiebb került. De egyébként az is ott volt előrébb az ívbe.
Igen. Közök szerint. Ezt most jelenleg nem használják, mert annyiszor elszakadt a vonóvezetéke, hogy már nem tudják átállítani. Nézzük, na, és ezt néztek, hogy megépült bicikliút, ugye Anzás kereszt is van, tehát nyilván betemet, ez már az üzemelő vasút. És az új építésű üzét labirint kordás, sőt ott épült egy híd is. Az volt, az meg volt. Ja. Maga ott a tehenek. Vidék száll itt. Ja, és ott az alakjelző. És ott szabadon. Vasdarab, az volt a régi labirint korlát. Az volt, az a régi ezt tartozott? Igen, igen. Már ez az út egy kicsit odébb volt még abban az időben. Na, semmi. Ja, még meg itt a vonóvezeték is eddig. Ez az előjelző. Igen, ez az előjelző, ez tartozik, persze. És közben itt vagyunk már a főjelzőknél. Itt még mind a kettő megvan a régi alakjelzők, és viszont ugye már maga akar, nincs rajta, csak az oszlop. És ott van a fedezőjelző is, hát ez már ilyen ellenmenet kizáró fedezőjelző, hát ez már ugye gyöng felé biztosítja a vonalat. Így van. Ilyeneket egyébként bezárt vonalakra is esztek, sőt itt ráadásul ez a modernebb, szóval tengeri számláló, majd minden, de lehet. Az lehet, hogy Mudony Békésőre is beraktak egy ilyet békés állomás elé. Ugye hát a felújításkor követelmény volt, hogy csatlakozó vonal és ellenmenet kizáró berendezés. Itt a 120-as szelvény, ez már a gyönki vonalhoz tartozik, és 20-as lassú jel végig gyönkig. És innen már látszik a fedezőjelző is, ami ugye vörös, tehát most nyilván nem áll bent vonat, de ezt a vonat személyzet kezeli. Igen, igen. Ezt a jelző Tamásiból. Igen. És itt már itt vagyunk a váltónál, mindjárt nem vagyunk az állomáson. Oda még a gabonatelep, és látom bevezetett egy iparvágány. Miatt hogy itt onnan szemből jött ezért a Lepsényi, és akkor itt. Igen, itt és akkor itt volt egy váltó, ahol besatlakozott ebbe. Igen, igen, igen. Erről viszont majd akkor látszik azt, hogyha visszanézem azt a videót, ami innen van, igen. 90-ből, akkor meg lesz. Meg én fotóztam is. Jó, hogy akkor itt volt azért a váltókezelő őrhegy, de ez meg itt csak a retyó. Igen, másik van a bejárat. Azt nem érdemes feltölni, nem tudom, minek törték fel a retyit, de feltölték. Belesünk ide és látom, hogy nincs itt semmi látnivaló, kár ide bemenni. Igazából a dzsuván kívül nincs itt semmi. Itt a másik retyó, gondolom. Nem, ez a lampakamra volt, ezt az utasszó hallottam, és az volt az épület. Viszont itt talán ezen a lukon be tudok lesni. Be tud szerintem. Aha, igen, van ott valami, csak nem nagyon látszik. Itt. Aha, ott van valami. Siemens Halske, ha jól látom, valami. Vagy valami ahhoz hasonló. Sima megai csak. Buszok vonalában. Jó, igen, hogy itt is volt még egy rakodóvágány, azért ilyen íves itt a beton. Azt is ilyen 97-8 körül szerhették fel, felé jól neli. Jó, hogy itt volt a víz. Igen, ez a vízzalúnak a helye. Hát ennyi maradt belőle, de itt volt egy vízdalú. Tudod, ami jobb állapotban lesz. De hát itt is ugye volt egy vágány, de hát ez nyilván meg volt tovább is. Igen. Ugye eddig csak, de ahogy ezt miért szedték ki, minek volt útban, mert azóta se épült ide semmi. Hát itt lehetett a lakodó, hát itt volt az áruraktár épülete. Ja, az meg, ahogy mondod, az egy PFT volt. Igen, az igen, a pályamesteri épület, a többi meg... A szolgálati lakás mind a kettő, hát az, főleg az a másik, a sárga, azon nagyon látszik. Igen, igen. Na, itt vannak. Igen, beszéljétek, hát ugye a vasút az most eddig tart, itt a vége. És itt volt még egy lakodó, hát ja, azt mondtad, hogy innen rakották akkor ezért a gumikerekeseket, a kivonuló oroszok. Igen, az oroszoknak, igen. Hát innen meg akkor az állomás tovább, hát a vágány eddig van meg kihúzóként, de ide már nem járnak föl, az látszik. Nem. És itt volt az útátjáró, hát ennek már semménye ma nincsen. Na most ideket is felszedték, viszont itt egy teljes solompós átjáró volt. Úgyhogy a járdánál is volt kis solompó. Mindegyik oldalon. Igen, és azt szedték föl legkamarabb. Hát még a nagy solompó meg volt, amikor a kicsit azt már megszüntették. És hát itt megyünk akkor tovább, majd Dombóvár fele itt folytatódik a pálya. Ja, és itt volt egy őrház végén. Ja, itt is. Szolgálati lakás. Igen. De innen kezelték a sodompót, vagy nem, azt mondom a szemből? Nem, azt onnan ebből a toronyból. Ez csak egy sima mezei lakás volt. Mennyi van még a bicikli útig? Nem sok már innen. Ez az 500 méter, vagy 400 ja, hát az nem sok. Ott, ahol már fehér autót látod. Ja, hát akkor az onnan meg már bicikli út. Onnan meg más sima út, csak egyenesen kell menni. Igen.
nézzétek, a másik oldalt a bejárati jelző meg ott volt, de annak csak az oszlopa maradt meg. Viszont itt már itt vagyunk a töltésen. Tehát a vasút az itt jött, és ott arrafele meg már a bicikliút épült a töltéseire. De hát erről még videó is van, amikor itt még vonat járt. És hát arrafele van Tamás, valahol itt volt az előjelző akkoriban. És eddig, és innestől kezdve, na innen folytatódik a bicikliút pári fele, tehát innen már egyszerűbb lesz bejárni a vasútvonalat, mert csak sétálni kell a betonon. És hát itt van maga a híd, és az egy az egybe a vasútvonal mentén épített bicikliút. Azt nézzétek, itt van a egyik átelesz, és ez is még téglából, viszont hogy ezt is felújították, ez már vasbeton, de az alapja az még tégla. Azt nézzétek, itt van még egy híd. Szóval itt is van egy egykori átevesz. Már az alatta lévő patak is kiszáradt. Még egy átevesz. És egyébként errefele folytatódik tovább annyi legyenesen. Itt ez a kerékpárút 2009-ben épült fel, és eredeti terv az volt, hogy Dombóvárig megvoltak a tervek, de aztán végül mégiscsak Párig sikerült eljutni vele. És azóta se épült tovább, nem, hogy 2009 óta. Na, ezt nézzétek, halad a bicikliút, és itt volt egy anno egy sima szintbeni átjáró. És érdekes, hogy ide valószínűleg itt is volt egy ilyen Demszki bunkó, hogy kocsival ne lehessen fölmenni, de ezt ugye valaki kiszedte. És itt van a földutas átjáró, másik irányba. Itt a sima András keresztes volt korábban is. Szóval az egykori vasútvonal az itt dobott egy ívet. És látjátok, hogy ott van egy átedesz is. És errefele pedig ismét nyíl egyenes. Itt van még egy átedesz, az egyenes szakaszon. Én sok érdekesség azóta se volt, itt lesz majd még egy ív, és az már, hát ha nem is az utolsó, de már közelítünk Párihoz. Na, ezt nézzétek, és szerintem az utolsó átedesz Párig. És ebben viszont már tényleg van víz. És akkor ott van egy ív itt a vonalban, és az már szerintem a volt megállóhelyhez vezet. Térkép szerint 200 méteren belül van. És itt vagyok közben Párinál. Itt van a megállóhely épülete. Igen, most úgy tudom, hogy lakatlan, így a kerékpárúthoz kapcsolódóan volt elve az önkormányzatnak, hogy valami kiszolgáló létesítményt üzemeltessen benne, de úgy tudom, hogy ez végül nem valósult meg. És állítólag itt még az aszfaltban vannak sinek. És látjátok, ott volt egykor a névtábla. Viszont a nyilászárok ki lettek cserélve. És még ott látszik a pályatelefon egykori helye is. És itt arrafele megy tovább a vasút. És bizony itt van. Ennyi megmaradt sínszám alatt. Szóval ennyi az összvisz megmaradt sín, ami az útátjáróban volt. Hát ezt is már igen ellepte, az ennyi maradt meg. Hát kisi sín, az látszik rajta. És ennyi. És majd, hogyha legközelebb jövök, akkor majd vagy erről jövök, vagy errefele fogok menni. És hát akkor erről jöttem, és a vonalbejárásnak akkor itt vége is van. Legalábbis a 49-esért, tehát most fürgettől Párig sikerült bejárni. Úgyhogy innen majd vissza Tamásiba, majd mindjárt jön, majd jön, és akkor vissza Tamásiba, és akkor onnan meg majd haza busszal és vonattal. És hát errefele kell majd tovább menni, akkor ez a bejárás az ennyi lett volna. Hát köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd találkozunk legközelebb. Terve van egyébként, hogy a teljes 49-esbe fogom járni, hát így részletekben, de be fogom járni a teljeset. Hát most így nagyjából így ezzel már a fele megvan. És ez a harmadik etap, amit már teljesítettem. És hát akkor ez ennyi lett volna, ez kb. 20 km, így mindennel együtt. Úgyhogy ennyi, akkor sziasztok, majd találkozunk legközelebb.